Biodré bemutatja a Természet Rádión című műsorát. Ez itt nem szép. Ez már szebb. Sötét van. Ilyenkor vadásznak a biciklisták. Elég kemény. Tessék látni. Tessék a biciklisták elmennek medvehúst keresni. De tessék vigyázni velük. A végén még haraphatnak is. Tessék látni, egy vadállat, a neve Arpeiosaurus, latin megfelelője Arpeius madafacus. Ez még a Commodore korból felmaradt legújabb virtuális élőlény. Most megtetszhetünk látni, ahogy levedlik. Nagyon szégyellős egy állat. Kicsit természetfüggő. Kicsit szégyenkezik néha. Ez az Arpeiosaurus bőr eredeti rész is. Nagyon jól használható pulóvernek. Régen a Commodore korban ezt használták az ősemberek kabátnak. Hogyha visszaadjuk az élőlénynek a bőrét, talán még meg is dicsérjetek. Kedves Arpeiosaurus, tessék látni? Uram, ön mit gondol a természetről? Én szerintem ez egy nagyon csodálatos vidék, Szekszár. Ismételhetem önmagam, ez egy nagyon csodálatos vidék, Szekszár. Akár még egyszer ismételhetem magam, de ez túl sok lenne. Rendben, köszönjük. És mi gondol a dualkorból fennmaradó épületekről? Hát, szerintem a világ sokkal szebb lenne, hogyha ezeket lebontanák, és már ilyen levegő vízbaszokat építenének. Értem. Szóval akkor, mi gondol ott a természetről? Hát, ott gyönyörű. Jön egy fekete felhő, mindjárt bezabálja a holdat. Hát gyönyörű, hát. Értem. És mit gondol a lebontódó holdról, ami hamarosan felrobban? Filmes variációk. Ne rángassa, kérem! Filmes variációk. A legjobb emberek készítették. És uram, mit gondol a közlekedésről? Hát szerintem itt nagyon kéne vigyázni, mivel elcsaphatnak akármilyen pillanatban. Le lehet ülni most jelenleg erre a beton útra? Hát ez egy elég szerkezetten összerakott vasbeton ötvezet, szóval szerintem nem kéne megkockáztatni. Hát ha még a végén bereped. Tudja, a 2 milliméter az nem túl sok. Értem, de aki megpróbáljuk? Hát azért próbáljuk meg, uram. Rendben. Ki lehetett kockáztatni egy ilyen elmet csodálatos tárgyfilmnél. Értem. Köszönöm szépen. Szóval, és hogy az a kérdésem, tudja, hogy ha mondjuk az a rossz a közlekedésben, uram, ha érti, hogy ahogy jön a szemben lévő sáv, és hogy nem látszik az út közben, ez nem lenne itt az a dualkorból fennmaradott épület, és mondjuk ez így látszódna, és hogy nem lenne annyi sok karambol, amiért ez a sok kocsi itt van. Én szerintem ezt personálisan át kéne gondolni. Nem kéne előre elhamarkodottan, barbárikus módon, hamarkodva elfesmegni az egész életünket, de valószínű, hogy elég priarakusan gondolkozik maga. Szerintem ezt meg kéne beszélni az Archimédesz korbeli eposzaik végéből. Értem. És hogy hogyan bír ez a vas szerkezet el a kocsikat? Tudja, úgy építették meg az előemberek, hogy nagyon strapabíró legyen. Értem. És uram, egy utolsó kérdés. Mit gondol eme csodáról? Köszönöm szépen a mai csodálatra méltó, Uri Gellerre méltó beszélgetés. Szívesen, összefoglalva, halkabban már légy szíves! Riportot szeretnénk forgatni, köszönöm. Összefoglalva... És még egy legeslegutolsó kérdés. Ez igen. Mit gondol Elmer Kocsi? Ne tessék basszogatni. Mindenkinek nagyon jó éjszakát, és kellemes további jó szórakozást kívánok.